Hát ha sokan vannak ott, az a jó, vagy az a jó, ha kevesen vannak, mert esetleg nincs probléma, de közben felmerült az is, hogy most probléma nincs, vagy érdeklődés. Nagy kérdés, hogy évek óta miért vannak egyre kevesebben a jászapáti közmeghallgatásokon. Nincs probléma, vagy növekszik az érdektelenség? Megoldandó probléma mindig akad a településen, amit nem is könnyű orvosolni az alacsony adóbevételek és a szűk költségvetési mozgástér okán, mondta a polgármester. Épp egyfajta érdektelenséget is megfigyeltem az elmúlt 8 év alatt. Akkor vált érdekessé egy közmeghallgatás, amikor valami probléma szele érezhető volt. Az is igaz, hogy a közmeghallgatáson előadott beszámolók is mind azt erősítették, hogy a képviselők elérhetőek és igyekeznek azonnal reagálni a lakossági felvetésekre, miközben működik az alpolgármesteri és polgármesteri fogadóórák intézménye is. Mivel a közmeghallgatás az éves beszámolók ideje, így aki szeretne részletesen az önkormányzat munkájáról hallani, kérdezni vagy azzal közelebbről megismerkedni, itt ezen a fórumon is megteheti. Ilyen fontos városi téma például az energiahatékonyság, melyben igen jó eredményeket tud felmutatni a város. Mi a fosszilis energiahordozók kiváltása érdekében már nagyon hosszú ideje elektromos energiát napelemekkel termelünk, fűtésre termálvizet használunk, amely az önkormányzati ingatlanok, ha nem is 100%-ában, de a gerincvezeték melletti önkormányzati ingatlanok fűtését ezzel oldjuk. Például. Az iskolák, az óvodák, a városüzemeltető Kft. Épülete, a sportöltözők és hamarosan a Pályarantal művelődési ház, illetve a közösségi ház is bekerül ebbe a termálvizes körbe. Ennek az előrelátó gondolkodásnak volt köszönhető, hogy a 2019 és 20-as télen egyáltalán nem kellett gázt használni a közintézmények fűtésére. Jászapáti úthálózat fejlesztéséről mi van? Felvetettem már 4 évvel ezelőtt a Szabadság utcát, pont az útról jut eszembe igazán, és akkor ígért lehetett kaptunk valamit. Egyik a felújítás, a másik az, hogy legalább táblát teszik ki, hogy a 20 tonnás autók ne jöjjenek be arra a 16 tonnás útra, de remegnek a ház. A közmeghallgatáson feltett kérdések közül több a városi utak állapotát firtatta, illetve azok javításáról érdeklődött. Ezzel kapcsolatban szélmalomharcot vív az önkormányzat, de minden a kezében lévő eszközzel igyekszik javítani az utak állapotát. Alapvetően egy ilyen 20-25 millió forintot szoktunk elkülöníteni a út és járda javításokra önkormányzatunk költségvetéséből. A közfoglalkoztatás keretén belül is van lehetőség útjavításra. Ott itt aszfalt mennyiségben él, ez a 27 tonnányi aszfalt beépítésére. Hát ez így nem tűnik kevésnek egyébként. Igen, viszonylag hosszúak jászapáti útjai, és rég épültek, ugye megérettek volna arra, hogy teljes aszfalt rétegében megújuljanak, de jelenleg a javításokat tudjuk csak elvégezni. Emellett kül- és belterületi utakra is várják a beadott pályázataik elbírálását, és minden évben maximálisan kihasználják a BMZ irányú 95%-os forrásait is. A tervek szerint többek között a jövőben egy fontos gyűjtőút, a Szabadságút burkolata újulhat meg. November 24-én Farkas Ferenc prezentációjában összefoglalta az éves település vezetői munkát, mely főként a városüzemeltetési és fejlesztési folyamatokat illeti. Az éppen futó, elbírálás alatt lévő és tervezett beruházásokról a Nézőpont heti műsorában részletesen is hallhatnak.